hiszem elég sokan hallottak már róla, hiszen mindenhol lehetett olvasni is, hogy Krisztián és a párja Zsuzsi milyen jelentős alakváltozáson ment át. Honnan jött az ihlet, vagy hogyan kezdődött, miért csináltátok? Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy lejöttem a színpadról, és egyszerűen nem volt erő. Van egy nagyon érdekes kis indiai növényi komplexum, amit elkezdtünk szedni. Ez nagyon sokat segített nekem, nagyon sok energiát és nagyon sok erőt adott. Meg ellenállni a jó kajának az olyan nehéz volt. Nagyon sokat segített, hogy este már nem eszem. Tehát ilyen este 6 után le tudok úgy feküdni, hogy nem korog a gyomrom, vagy nincsenek ezek a falási rohamok. Igen, és most nagyon jó, mert így együtt ezt tudjuk tartani. Mindig. Amúgy is a nap többi részében ugye mi együtt dolgozunk, együtt megyünk ide-oda, és akkor tök jól így be tudjuk ezt ütemezni a napunkban. Ennek örömére, bár étvágytalanul, azért eszünk valamit. Bár a változás szemmel látható mindkettőtökön, azért megkérdezem, hogy hány kilót fogytatok? 6,5 kilót fogytam, annak ellenére, hogy igazából nem is nagyon erőltettem meg magam. Én világéletemben sportoló voltam, sportoltam, viszont még így is hát felcsúszott rám, hogy nem olyan intenzíven csináltam, nem figyeltem az étkezésemre, ellustultam. Én falánk vagyok. Én nagyon szeretek enni. Képzeld el, hogy azzal elértem a célomat, hogy ezt a módszert alkalmazom. Egészen fura, vagy legalábbis szokatlan, hogyha egy pár esetében a férfi az, aki először zavarja az, amit a tükörben lát, és kezd el fogyókúrázni, és te motiváltad Zsuzsit. Hogy így történt? Ugye nekem nálam nagyon fontos az, hogy a fellépéseken a megjelenés, meg hát ugye, ahogy mondtam, a színpadon is bírjam a gyűrődést. És ahogy elkezdte látni rajtam a Zsuzsi, azt jó hatással van rám, minden téren. De hogy szebb lettél, nem? Igen, hogy látszik rajta a változás, mert régen én próbáltam fogyókúrázni, hogy jaj, most akkor én csak odafigyelek a kajára, de nem tudtam, mert hogyha éhes vagyok, ennem kell. De most sokkal jobb, mert nem érzem az éhséget. Én a mérlegen nem néztem magam, viszont a ruháimon nagyon látom. Körülbelül 1,5 számmal kisebbet hordok, és az ismerőseim is mondták, hogy hát látszik az arcomon. Nagyon büszke vagyok arra, hogy férfiként így ad magára, mert szerintem a legtöbb férfi elhanyagolja magát, és nem akkora mennyiséget eszünk például. Én legalábbis, hál' Istennek nem kell sanyargatnom magam, mert így nem is kívánom az ételeket. Azok az éjszakai falások, amiben egyébként mi nagyon jók voltunk, mi a franciáidra terítettünk meg éjszaka, és ez nagyon jó, hogy nem úgy változtatott rajta, hogy közben az egészségemet rontott, hanem ugyanúgy jól éreztem magam. Ugye a túlsúly az egy betegségnek számít, és ez nagyon fontos számunkra is, hogy odafigyeljünk arra, hogy nem csak a megjelenés miatt, hanem az egészség miatt, az életmódunkra.